Na sziasztok srácok, üdvözlök mindenkit egy újabb brosters videóban, én Csuszi vagyok, és nem gondoltam volna, hogy ismét ilyen hamar találkozni fogunk, ugyanis az előző videóban említettem, ugye, hogy ahogy jönni fog egy új karakter, és ahogy több információnk lesz erről a karakterről, aztán jelentkezni fogok. Ez ma reggel volt, és most délután van, és már megint itt vagyok, mert jöttek infók, jöttek információk bizony, ugyanis kijött egy újabb Brawl Talk videó a Brawl Stars hivatalos YouTube oldalára, szóval rengeteg újdonság van számotokra, amit most el fogok mondani, hogy röviden, tömören, mik jönnek a játékba, és az új karakterről, és hogy miket tudtunk még meg pluszba. Először is röviden, tömören jönni fog az új karakter, amit már láthatatok az előző videóban, jönni fognak új skinek, pontosabban mondva, kettő új skin. Jönni fog a Bow Remodel, amiről már régóta beszélnek a szuperszelesek, illetve a tímelés ellen is fognak tenni. Bizony, jól hallottátok, végre a tímelés ellen is fog valamit kezdeni a szuperszel. Úgyhogy, ha érdekelnek titeket a további infók, maradjatok, ugyanis most mindenről beszélni fogunk. Csúszi termékek. Arcade Champions Pólók, pulóverek, bögrék és még sok minden más hamarosan lett a supercell egy újabb dolgozója, Dani, aki a közösségi menedzser. Erről nem nagyon fog beszélni, mert ezeket annyira az nem izgat, de gyors, így elhintettem ezt az információt, és ugyanis a Talk-ban ezt is említették. A kedvenc karaktere Piper, amiért Ryan furán nézett, elég cringe moment volt, de ez is megtörtént ebben a Talk-ban. Majd ezután elkezdték bemutatni az új karaktert, akinek a neve nem más, mint Róza. Ezt láthattátok az előző videóban, ahol még csak ilyen alfa változatot mutattak, így elhintettek egy-két információt. Itt viszont már a végleges láthatjuk. Róza egy botanikus, boxoló karakter, aki túlélte a dzsungelt, és hát ö, elég érdekes sztoria van. nagyon olyan a mechanikája mint El Primo -nak, csak sokkal inkább szertép tud ütni, körülbelül úgy kell elképzelni, mint hogyha egy El Primo plusz Shelly lenne, ö, csak El Primo távolságra tud lőni, viszont körülbelül olyan szélességben, mint egy Shelly, vagy egy Bull. Láthatjuk a gameplayből azt is, hogy a karakternek maximum szinten 7000 HP-ja van, és az alap a 672-es sebzés lesz, hogyha teljesen kimaxoltuk a karaktert. Az alaptámadásának a neve a szikla kezei, amivel háromszor egymás után tudja megütni az ellenfélt egyetlen egy atakkal, ahogy háromszor 672-es sebzést tud kiosztani maximálisan, és területén sebes, szóval nem csak egyetlen egy ember tud egyszerre ütni. Oh my god! Elég királyú hangzik, nem? A szuper pedig egy teljesen új mechanikájú képesség, amivel azt csinálja, hogy egy hatalmas, nagy shieldet tesz magára, ilyen különböző indákból, és ahogy a szuper beaktiválja, a kinézete is teljesen megváltozik, ilyen növényé alakul át. Amíg a superi aktív, addig kevesebb sebzés fog bekapni az ellenfelektől, pontosan úgy, mint ahogyan Daryl-nek a Star power működik, ugye csökkenti a sebzést az ellenfelek által, amikor rálőnek. A Star power az pedig valami iszonyat állat, aminek nem más a neve, mint a növény élet. Ha Róza belemegy, elmegy valamelyik buszba, vagy éppen benne tartózkodik, akkor folyamatosan elkezd hílelődni. Szóval tölteni tudja a hp azonnal 300-zal. Ez milyen kemény. Konkrétan megkaptuk azt a karaktert, amivel a legjobban lehet kempelni buszokban, és onnan támadhatunk, mivel ugye közelharci karakterről van szó, és még az sem probléma, ha jönnek hárman, mivel területén tudunk ütni mindannyiukra. Azt a mindenid! egy állat vagy akarom mondani egy növény. Úgyhogy összességében Róza talán az egyik legtankosabb karakter lesz a játékon belül. Írjátok le a komment szekcióban, hogy ti mit gondoltak az új karakterről, úgyhogy már most már több információt tudunk róla. Szerintem baromi erős lesz. Nagyon erős lesz, és van egy olyan érzésem, hogy nörfölni fogják, miután kiadják, vagy még előtte kicsit változtatni fognak rajta. Az új update-ban hozni fognak két új skint, és ahogy említettem, húsvétre hozni fogják a Newsy Penit, és az Aranyhét Japán ünnep megünneplésére pedig a sibanitát. Szerintem baromi aranyosra sikeredett mind a két skin, ez a Shibanita skin nekem mindenféleképpen kellene. És térjünk át az egyik legfontosabb változtatásra, ami a team érinti. Ugyanis a Supercell felfigyelt arra, hogy nagyon sok mindenkinek elege van már abból, hogy mindenki teamel a solo shadow játék módon belül. Ha pályán játszol és teamelsz valakivel, akkor nagyobb esélye fog lezuhanni rátok az aszteroidat, ugyanis most már a játékon belül az aszteroidan mechanizmusa úgy változott, hogy most már ahol nagyobb csoportosulások vannak, oda fognak lezuhanni az aszteroidák. Illetve, hogyha például másrumos vagy energy drinkes pályán játszatok, akkor, hogyha ugyanúgy egy kis csoportosulásban vesztek részt, vagy tímeltek valakivel, és egy helyen vagytok, akkor kevesebb eséllyel, vagy hát lehet, hogy nulla eséllyel fog mellétek spawnolni energy drink, vagy esetleg másrum. Szóval ezekkel az apró változtatásokkal próbálják a teamelőket visszaszorítani, és ez az újdonság is a következő update-ben fog jönni, ahogy az eddigi felsoroltak, meg fogják nézni, hogy hogyan működik működik ez az egész, mennyivel kevesebb team lett a játékon belül, és ha működik, akkor bent fogják hagyni, ha nem, akkor pedig valami más módot fognak arra keríteni, hogy a tímelőket visszaszorítsák. Írjátok meg kommentben, hogy ti mit gondoltok erről, szerintem egy nagyon jó ötlet, és meglátjuk, hogy mennyire fog működni a játékon belül. És ugye említettem, Bó modell fog kapni a következő update-ban, szerintem egész jól néz ki a remodel, igaz, hogy nem a gericoros skin tették be, de a mostani Bó skinnél sokkal jobban néz ki ez a Rimodel. Krovot pedig valószínűleg ismét buffolni fogják, ugyanis megemlítették ismét az, hogy feliratkoznak a csatornára, akkor buffot fog kapni Crow. Szóval egyértelmű, hogy ismét buffolni szeretnék crow -ot. Az utolsó kis újdonság a Training év, ahol majd lehet gyakorolni bizonyos karakterekkel, a névváltoztatási funkció, ami 50 gembe fog kerülni, hogyha szeretnénk változtatni nevet, így most már valószínűleg akárhányszor meg lehet majd változtatni a nevünket, csak fizetni kell cserébe 50 gemet. És be fog kerülni a Bro TV fül, ahol valószínűleg majd streamereket lehet nézni a játékon belül. Ez csak egy tip, több információt nem igazán kaptunk erről a fűről. Szóval ennyi lett volna a mostani brótól, ezekről beszéltek, remélem, hogy tudtam nektek segíteni, egy-két információt el tudtam adni, amiről esetleg nem tudtatok. Ha tetszett a videó, és szeretnétek még hasonló tartalmakat látni majd a csatornán, ahol az újdonságokról beszélek nektek, akkor dobjatok egy lájkot, illetve iratkozatok fel a csatornára, nem szeretnétek lemaradni a további tartalmakról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a következő videóban vagy livestreamben találkozunk, kommentben pedig ne felejtsétek el leírni, hogy mi a véleményetek az új update. -re. Ről. Na, siasztok. Ja! Yeah. Lájkolj like és iratkozz fel Az már megvan és most mi legyen? Ha nézni még valami, csak volt a két videót ér uh, uh, ne felejts el Mégis mi? Hogy Facebook és Instagram is van Ó, oh, tényleg? Aha uh -huh. Na sosi.